Folytassuk is a raktáros elméletet a 12. tétellel. Mutassa be a raktári készletmozgás típusait, valamint a nyilvántartásukhoz kapcsolódó dokumentumokat. Ismertesse a raktári készletek forgalmi nagyság szerinti ABC elemzését, Mutassa be az elemzés szerepét a készletek raktári elhelyezésében. Kulcsszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Készletmozgás típusai, a készletezés dokumentumai, a manuális és számítógépes készletezés folyamata, készletek ABC elemzése és az elemzés szerepe a raktáru, raktári áru elrendezésben. Készletnyilvántartási karton. A készletnyilvántartó karton egyértelműen definiálja az adott raktár egy cikk számát, azonban egy cikk számnak ugyanazon a raktáron belül több kartonja is, kartonja is lehet. Kontrolling kódként, széria számonként, lejárási dátumonként. Továbbá tartalmazza a cikk száma cikk kódját, valamint a cikkcsoporthoz rendelt készlet számlaszámot. A negatív készletezési információt, valamint az aktuális mennyiség, illetve beállítástól függően az értékegyenleget. Raktári mozgások. A készlet nyilvántartás alapja a cikk számok, raktár és a mozgásnemek, valamint a könyvelési utasításokat meghatározó főkönyvi modulban definiált törzsek rendszere. A készlet nyilvántartása modul fő funkciója raktár be- és kivitelezések, valamint az átsorolások, áttárolások bizonylatolása, valamennyi mozgás, készletkarton szerinti nyilvántartása, illetve a minőségbiztosítási információk mozgásához kapcsolt regisztrálása. Kezeli az idegen készleteket, megvalósítja a gyári számos, illetve vonalkódos nyilvántartást, kezeli a cseregöngyöleget nyilvántartását, a raktári készletmozgások bizonylattolásával, Egyidejüleg, ismételt adatbivétel nélkül a raktári készletkartonok is vezetésre kerülnek. Az információ tartalmában megkülönböztető raktári készletmozgástípusokat a program menü szinten megkülönbözteti. Részben a bizonylati formátumok jobb áttekintetősége, részben a készletkönyvelési szempontok miatt. A készletnyilvántartó kartonok Aktualizálása a mozgásbizonylatok alapján automatikusan történik. Raktári bevételezések A raktári bevételezések alapvető típusai a vásárlásból, termelésből, nyitásból, egyéb növekedésből és az úton lévőből származó készletmozgások. A bizonylatok formátuma a mindenkori mozgástípusoknak megfelelő a mozgás bizonylat rögzítésével egy időjelek bevitelre kerül. Részben az előre definiált törzsadatokon keresztül, részben a kézi bevitellel a bizonylat további feldolgozásához szükséges valamennyi információ, például a bevételszerzékes, bevételszerzésekhez kapcsolódó kimutatásokhoz szükséges csoportosító és gyűjtő szempontok információi, könyvelési utasítások, stb. A tételek felvitelére a rendszer beállítástól függően a készlet nyilvántartási és készletkönyvelési modulban is van lehetőség. Bevételezés A bevételezés minden a raktár számára új terméket bevételezünk. A bevételezéssel a raktáros elismeri a mennyiségi elszámolási kötelezettségét, és a társzervek pénzügybeszerzés készletgazdálkodás számára információt ad. A bevételezés az anyag bevételezési bizonylat kiállításával valósul meg. Bocsánat, csak nem fért ki egybe a bevételezés. A bevételezés az anyag bevételezési bizonylat kiállításával valósul meg, ugye? Ezt már mondtuk. Illetve a tranzakció eredménye a raktári és a társasági készlet egyidejű növekedése. És akkor nézzük is meg a visszárod. Visszárom. A valamilyen okból tévesen kiszállított termék újra történő raktára vétele, ami egyszerre növeli meg a raktári és társas társasági készletet is. A visszaszállított termékről visszárú jegyet, tehát egy visszáró jegy, amit kapunk, ö, illetve állítanak ki, aminek továbbítását a számla jóváírása követi. Tehát a visszáró az nem más, mint a valamilyen okból tévesen kiszállított termék újra vétele. És erről egy vissza, visszáró állítunk ki és ezt egy számla jóváírás követi. Illetve van a visszavételezés. A társaságon belüli mozgásforma termelésben fel nem használt anyag visszaadása. A mozgás csak a raktár készletét növeli. Visszavételezési készlet átadás átvételi bizonylat kialaki, kiállítása szükséges. Tehát visszavételezési bizonylatot kell kiállítanunk. Tehát egy készlet átadás-átvételi bizonylat más néven. Raktári kiadások. Tehát a raktári kiadások. alapvető típusai az értékesítésre, felhasználásra, termelésre, kiadás, egyéb csökkenéséből származó készletmozgások, valamint az útól lévő raktárba történő kitárolásából. Az év végén generált záró bizonylatok szintén a raktár kiadások közé sorolandók, a bizonylatok formátuma a mindenkori mozgástípusoknak megfelelő. A mozgásbizonylat rögzítésével egyidejűleg bevitelre kerül, részben az előre definiált törzsadatokon keresztül, részben kézi bevitellel a bizonylat további feldolgozáshoz szükséges valamennyi információ, például a kiadásokhoz kapcsolódó kimutatásokhoz szükséges csoportosító és gyűjtő szempontok információi, vagy könyvelési utasítások. Az ártételek kivételével, amelyeket a készletkönyvelési modul generál. Készlet eladás. Leírom szebben. Bocsánat. Tehát készlet eladás. A termékértékesítés a vevő részére. Bizonylata a szállítólevél. egyidőleg csökken a raktár és a társaság készlete. És akkor meg van még a készletkiadás. A készletkiadás, a társaságon belüli készletadás átvétel kivételezési bizonylattal, utálványozás alapján csak a raktár készletét csökkenti. Illetve van nekünk egy áttárolásunk. A készletek egységes rendszeren belüli nyilvántartása lehetővé teszi, hogy az áttárolásokat, készletcsoportokon belüli mozgásokat ismételt bizonylatolás nélkül lehessen regisztrálni. Például nem kell új bizonylatot kiállítani, ha egyik raktárból a másikba, egyik cikkszámról a másikra átminősítéssel, áthelyezéssel történik. A megfelelő csökkenési és növekedési oldali adatok megadásával lehet ezt. A program a következő viszonylatokban teszi lehetővé az átsorolásokat. Raktárból raktárba, raktáron belül nyilvántartási kartonból nyilvántartási kartonba. Áttárolás bérmunka raktárba, és áttárolás bérmunka raktárból. A mozgás bizonylat rögzítésével egy idejük bevitelre kerül, a részben előre definiált törzsadatokon keresztül részben kézi bevitellel a bizonylat további feldolgozásához szükséges valamennyi információ. És akkor ma van még az utalvány. Utalványozás. Az utálványozás funkciói biztosítja a készlet kiadást megelőző bizonylatok rögzítését és nyilvántartását. Így elkerülhetővé válik a papír alapú utalványozási feladat, valamint a raktárkiadáskor is a bizonylatok is automatikus, automatikusan generálhatóak az utalványozási bizonylat alapján. Utalványozásra csak az utalványozói törzsben megadott személyek jogosultak. És akkor most elérkeztünk egy ebben a tételben egy másik nagyobb részhez. Ez nem más, mint az A, B és C elemzés. A BC elemzés, a vizsgálat tárgya például vevők, termékek, értékesítés készlet, stb. Az eltérő, a leg, legfontosabb, az az A. A B a fontos, és a C ugye a kevésbé fontosságú elemek megállapítására és csoportosítására irányul. Tehát, még egyszer ismételjük át. Tehát az A a legfontosabb, a B a fontos, és a C a legkevésbé fontos. Ebben az esetben a készleteket vizsgálják, az értékelési szempont pedig az éves eladott termék értéke. A módszer a Pareto diagram, is írom nektek. Tehát a Pareto diagram megszerkesztésére irányul, ahol az elemzésben a termékcikkeket összesített forgalom szerint csökkenő sorrendben rendezzük. Három csoportot alakítunk ki úgy, hogy a legnagyobb összesített forgalmú legértékesebb cikkek lesznek az A csoportban, a közepes forgalomban rendelkező cikkek a B csoportban, az alacsony forgalmú cikkek pedig a C csoportba kerülnek. Azonban létezik egy olyan módszer, amelyre az adott kiszolgálási színvonal elvárásai mellett meg lehet határozni a szükséges és elégséges készletszintet. Tanulságos egy készletezési gondokkal küzdő németországi építőanyag kereskedelmmel foglalkozott vállalat esete, amely egy eljárás segítségével 356 ezer eurós készlet szint csökkenést ért el. A módszer lényegében a kereset értékének ABC BC elemzés és a kereslet ö, kiszámíthatóságának, azaz szórásának, X, Y, elemzése, és erre az elemzésre épül. Az eljárással a készlet szintet, illetve készletelem szintet tudunk döntést hozni. A legmegfelelőbb utánpótlási, beszerzési vagy termelési politikáról. Ezért jól alkalmazható a logisztika, illetve a termelés tervezése során is. Tehát van az ABC elemzés, amit itt láthatunk magunk előtt, és ugye a kereslet kiszámíthatóságának, az a szórásának XYZ elemzése. Amit itt láthatunk, most behoztam. És igazából együtt a két módszer a leghatásosabb alkalmazni. A készletezési stratégia meghatározásánál a kiszámíthatóság alapján két alapvető esetet különböztetünk meg. Van a nagyon kiszámíthatatlan keresletű termékeknél a készletregyártás, Illetve van még a viszonylag kiszámítható népszerűségű termékeknél a rendelés a gyártás, vagy a minimális készletszint tartásának stratégiája. A nagyon változó, alacsony keresletű termékek esetében még azt is érdemes megfontolni, hogy ezeket egyáltalán megéri-e gyártani. Ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni, ismernünk kell azt, hogy az adott termékek mennyire fontos a vállalat számára az, hogy az A, B vagy C kategóriába tartozik-e. Ahhoz, hogy a két kérdést, a kiszámíthatóságot és az értéket együtt tudjuk vizsgálni, szükségünk lesz az ABC és az XYZ elemzés eredményeit együttesen kell ugye vizsgálni. Készlet szint meghatározása. A készletelemek a fenti kategóriába euh, sorolása után a normál keresletűnek tekintett termékek esetében, tehát ahol alapvetően készletregyártás folyik a vállalat meghatározott paraméterének ismeretében, és a kiszolgálási színvonal beállítása mellett egy függvényel meghatározható az optimális készletszint. Ez jellemzően alacsonyabb szokott lenni a korábban a gyakorlatban alkalmazott készletszinnél. Bizonyos esetekben mégis előfordulhat, hogy a szolgáltatási színvonal teljesítése miatt az optimális készletszintnek magasabbnak kell lennie a gyakorlatban tapasztalt készletszintnél. A készletszint csökkenési potenciálok ezzel együtt jelentősek. Összességében elmondható, hogy a módszer használatával átláthatóbbá, stratégiailag kezelhetőbbé, ezzel együtt csökkenthetővé válnak a készletek egy vállalatnál, így a lekötött tőke is. A módszere tehát azt érjük el, hogy az adott kiszolgálási színvonal mellett a költségek összege minimális lehet. A sok készletezési egységgel dolgozó vállalat, tehát amelynek sok, alapan, sok alapanyagot kell raktároznia, esetében komoly üzleti problémát jelent az olyan stratégia kidolgozása, amely egyaránt megfelelően figyel a változó értékesítési igényekre és a pénzügyi korlátozásokra. A készlecezési politika sajnos sok esetben feloldhatatlan konfliktusnak tűnik, arra kényszeríti a vállalatot, hogy a termékeinek állandó elérhetősége, tehát a készellét és a nyereség között válasszon. Ahhoz, hogy a cikkeket ezeknek a kritériumoknak megfelelően szétválasztjuk a felhasználási érték szerinti, a elemzés és az XYZ elemzés összekapcsolása szükséges. Az ABC elemzés más néven Pareto, ezt le is írom még egyszer nektek. Tehát a Pareto elemzés más néven. Sikerrel alkalmazható a vállalati anyaggazdálkodási rendszerben is. A módszer alkalmazása segítséget nyújt az anyaggazdálkodási rendszer szempontjából nagyon jelentős és jelentéktelen anyagok meghatározásában is. Vállalati szempontok lehetnek, illetve vállalati szempontok, a beszerzett anyagok mennyisége és értéke, a felhasznált anyagok mennyisége és értéke, az összes rendelés mennyisége és értéke, a beszállító által számlázott termékek mennyisége és értéke, a beszállítók száma és azok által beszállított áruk forgalmi értéke. ABC elemzés lépései. Első a vizsgálatba bevonandó alapanyagok meghatározása, ezekhez a konkrét mennyiségek hozzárendelése. A felhasznált mennyiség és az egységek alapján a felhasznált termékek értékének kiszámítása, az adatok összegzése, a teljes felhasználási érték kiszámítása. 3. Az egyes termékeknek a felhasználás értéke szerint sorba rendezése, csökkenő sorrend, negyedik, az egyes termékek felhasználási értékének százalékos megadása, ötödik, az egyes termékekre vonatkozó százalékos adatok összegzése, az, az adatok alapján az alapanyagok, illetve az a kategóriák ABC bajogonalhasználat történhet. Tehát nézzük az A -t. A anyag csoportjába azokat az alapanyagokat soroljuk, amelynek egy periódusra eső felhasználás értéke magas, vagy rendkívül nagy mértékben, vagy mennyiségben használják fel azokat. Az összes anyag együttes értékének 70-80 át az összes anyagnak mintegy 10-15 át teszik ki. Az A anyagok csoportjába tartozó beszer, beszerzendő anyagokkal kapcsolatos fontos tevékenységek, tehát kell egy piac elemzés, áram elemzés, különösen körültekintően, illetve rendelés előkészítés, a beszállítóval való szoros kapcsolattartás és megóvás. És nézzük is meg a B anyagokat. A B anyag csoportjába azokat az alapanyagokat soroljuk, amelyeknek egy periódusra első felhasználási értéke közepes, az összes anyag együttes értékének 15-20%-át, az összes anyagnak mintegy 20-30%-át teszi ki. A B anyagok csoportjába tartozó alapanyagokra vonatkozóan el kell dönteni, hogy az A csoportba vagy a C csoportba tartozó anyagokkal együtt kezelik-e azokat? C anyag a C anyag csoportjába azokat az anyagokat soroljuk, amelyeknek egy periódusra eső felhasználási érték alacsony, vagy ritkán kerül felhasználásra. Az összes anyag együttes értékének legfeljebb 5%-át az összes anyagnak mintegy 60-70%-át teszi ki. Ezekkel jelentős költség érhető el, például egyszerűsített rendelés lebonyolítás, egyszerűsített nyilvántartási rendszer és egyszerűsített lehetározás. Itt láthatjuk egy kis diagramba, a mennyiség arányos felosztást. Az anyagok időbeli felhasználása szempontjából három csoportot különböztetünk meg. Vannak anyagok, amelyek viszonylag konstans mennyiségben kerülnek felhasználásra, tehát állandó mennyiségben kerülnek felhasználásra, vagy más anyagok felhasználása némi ingadozást mutat, és végül vannak olyan anyagok, amelyeknek teljesen rendszertelen a felhasználása. Ezek a szempontok képezik az anyagok x, y és z kategóriákba való sorolását. X anyag, az x termékek állandó felhasználás, ezért nagy, nagy, ezért nagyon megjósolhatóság, tehát nagyon megjósolhatósága. Az x kategóriákban azok az alapanyagok tartoznak amelyek felhasználása determinisztikus, csak kisebb ingadozás mutat erre a kategóriára a magas előrejelzés szintet jellemző, illetve magas elő előrejelzés szint jellemző. Tehát ez egy, egy determinikus felhasználás, kisebb ingadozásokat mutat ez, ez az X anyag. Nézzük is meg a Y anyagot. Az Y termékek ingadozó, vagy jellemzően növekvő, illetve csökkenő irányzatú felhasználás. Nagyobb ingadozás mutat mind az X kategóriába tartozó anyagok felhasználása, de az ingadozás bizonyos tendenciát mutat, például folyamatosan növekszik az esetleges szezonális jellegük miatt. Erre a kategóriába a közepes előrejelzési pontosság jellemző, Stothacikus, de stracionál esetek. Z anyag. A Z termékeket teljesen szabálytalan felhasználás, ezért csekély a jósolhatóság. A Z kategóriába azok az anyagok tartoznak, amelyeknek a felhasználása teljesen rendszertelen. Ezek a stothacikus és stacionár felhasználási anyagok erre a kategóriára a nagyon alacsony előrejelzési szint jellemző. Az ABC és az XY elemzés kategória rendszere alapján felállítható egy 3x3-as matrix, amely egy adott termék felhasználási mennyiségének és felhasználás időbeli alakulásának kapcsolatát mutatja. Nézzük is meg az X-et, tehát az állandó kiszámítható jelzési szintet. Az itt az X. Nézzük meg az A-t. Magas felhasználási érték, magas előrejelezhetőség, állandó felhasználás. Nézzük meg az Y-ba. Magas felhasználási érték, közepes előrejelezhetőség, részben állandó felhasználás. És nézzük meg az A-t a, a Z-ben. Magas felhasználási érték, alacsony előrejelezhetőség, véletlenszerű felhasználás. Nézzük meg ezt a B oszlapot is. Abból is az X-et. Közepes felhasználási érték, magas előrejelezhetőség, állandó felhasználás. Nézzük meg az Y-t. Közepes felhasználási érték, közepes előrejelezhetőség, részben állandó felhasználás. És nézzük meg a B-t meg az Z-t. Közepes felhasználási érték, alacsony előrejelezhetőség, véletlenszerű felhasználás. És nézzük is meg a C lapot, Abból is az X short, Alacsony felhasználási érték, magas előrejelezhetőség, állandó felhasználás. Tehát maga a felhasználási érték alacsony, az előrejelezhetősége magas, és állandó felhasználása van. Nézzük meg az Y-sort. Alacsony felhasználási érték, közepes előrejelezhetőség, részben állandó felhasználás. És nézzük meg az utolsót. A C-ből az e -t. alacsony felhasználási érték, alacsony előrejelezhetőség, véletlenszerű felhasználás. Egy kicsit még itt hagyom ezt a táblázatot, hogy lássátok, és tanulmányozzátok kicsit, amit itt láthatunk. Nos, hogy véget ért ez a tanulmányozás. El is köszönnék tőletek, mert a 12-es tétele akkor végeztünk is. Úgyhogy további jó tanulást kívánok, sziasztok!